várható szerinted ettől az új generációtól? Mennyivel lehet ez sikeresebb, másabb, mint volt Balázséké? Én úgy gondolom, hogy az elmúlt időszakban elindultunk felfele, és ennek a motorja az első időszakban Balázs volt, és ugye Ádám tudta ezt továbbvinni, és a Rossi féle éra az elérte azt, hogy ki tudtuk hozni magunkból a maximumot. És a kérdés az, hogy az elkövetkező időszakban ezt mennyire tudjuk eredményekre produkálni, mennyire tudjuk ezt eredményekbe megmutatni. Én azt gondolom, hogy az elkövetkezendő VB-selejtezők során el fogjuk érni azt a sikert, és hosszú-hosszú évek után a VB-re is kijutunk. Hát ezzel a kerettel, amivel most vagyunk, nagyon sokat, tehát a Német András, a Kerkez Milosz, a Dominik, nagyon-nagyon sok jó játékossal vagyunk főszerelkezve, és hogyha ilyen jó edzőt fogunk továbbra is találni, mint a Rossi, mert nyilván nem lesz ő mindig velünk, de jó lesz, jók leszünk. Én azt mondom, hogy európai porondon ott leszünk. Mindenképp másabb lesz. Azért az a régi generáció megadta a kezdőlöketet a válogatottnak, hogy egy magasabb szintre kerüljön, és szerintem most még erősebbek leszünk, és még több még több tornán ott lehetünk akár az újakkal. Én azt gondolom, hogy nagyon sok fiatal, feltörekvő tehetség van most a csapatban. Ugye gondolok itt a balhátvéd posztra, például, vagy a középpályán is ugye a Szoboszlai, aki már ugye 22 évesen is vezéregyéniség. Szerintem így azért, hogy van egy magja a csapatnak, mindenképpen pozitív a válogatottra nézve, és bízok benne, hogy ez a jövőben is folytatódik, hogy egyre fiatalabb játékosokkal tölti fel a kapitány a csapatot, és így azt gondolom, hogy lesz majd merítési lehetősége is. A reális cél, ez elég fogas kérdés, mert hát mindenek előtt az, hogy ma nyerjünk, ez az első, és utána a legközelebbi VB-selejtezőkön meg szerepeljen úgy a magyar válogatott, ahogy meg a Nemzetek Ligájába, meg mindenhol szerepeljenek úgy, hogy egy kicsit kiúszhassuk ma, büszkék legyünk rá. No, mit vársz az EB-selejtezőktől? Sima lesz? Hogy sima. Én azt gondolom, hogy sima. Ez sima lesz. Mennyire intőjel mondjuk egy luxemburgi meccs, meg ugye az albán meccsek, hogy azért itt az EB-selejtezőn se lesz olyan könnyű, mint ahogy sokan talán számítanak rá? Nem, azt gondolom. Ráadásul ugye azért a játékosok is egyre nagyobb terhelésnek vannak már kitéve. Sűrűbb a program, így európai szinten is. De hát azt gondolom, ez másra is vonatkozik, nem csak a magyar válogatottra. Én bízok benne, hogy az ilyen komoly meccseket, illetve legalább a hazai meccseket hasonlóan komolyan veszik, mint például az angolok elleni meccseket. VB győztesek leszünk legközelebb. Ott leszünk legközelebb, figyeljétek meg, ott leszünk a végén.